A Magyar Kanizsai Fénybárka napközi gondozottjaiból verbuválódott társulat előadásának középpontjában most egy menyegző áll. A Tomink is Anikó és Olá Tamás vezetett csapat improvizációk alapján építette fel a hanghatás és audio effektus központú színjátékot, amely a felnőtté válás és a felelősségvállalás kérdésköreit járja körül. Az, hogy itt ellenőrzött körülmények között ezeket a akár pozitív, akár negatív élményeket meg tudták élni. Visszajelzést kaptak arra, hogy ezeket az érzéseket esetleg hogy tudják kezelni, kordába tartani. Azt hiszem, hogy ez az, ami visszahat majd aztán a mindennapi életminőségre. Ami talán legfontosabb, és a színházban nagyon ritkán történhet meg, hogy az adott pillanatban jelen van valaki, és hogy mindig megtelíti a jelenlétével, mert nem tud máshogy létezni, csak úgy, hogy igaz. A mázlisták előadásaikban alapvetően az őket foglalkoztató témaköröket tárják a közönség elé, úgy, mint az identitástudat, vagy akár a nemiség. Mesélnél nekem arról, hogy milyen volt a próba folyamat, hogy próbáltatok, mennyire volt fárasztó? Jó volt a fárasztó volt, hogy elfárasztunk. És milyen érzés a színpadon állni egy színdarabba? Izgulunk, és igen. És segített mondjuk neked valamiben az, hogy ebben az előadásban játszottak, hogy foglalkoztok színészettel? Hát igen. Miben? Hát az, hogy színészt akarok lenni. Például, amikor nézem a Rómeó és Júliát, akkor nagyon megtetszett nekem a színészek. Amikor van a barátok közt, és akkor is színészkednek, és akkor úgy mennek be a sorozatba, hogy én is akarok bekerülni. Nagyon szép táncot mutattál be, egy nagyon szép koreográfiát itt az előadás során. Sokat kellett gyakorolni? Persze, hogy én voltam a Jézus, meg a angyal, és akkor kikerült A mázlisták menyegző című előadását legközelebb novemberben láthatja a közönség.